Március 15-én közeledésével a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum kertje mindig egy ilyen szakrális térré válik, azt gondolom. És nagyon nagy öröm, amikor egy ilyen programhoz kapcsolódóan valami újdonságot is be tudunk mutatni, pláne ha ez az újdonság összefügg 1848-al. Nehéz minden évben megújulni és mindig valami újat mutatni az érdeklődőknek, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy ezt a dagerotípiát most önök elé tudjuk tárni. Köszönjük szépen a Művészeti Akadémiának, hogy ezt számunkra lehetővé tette. Azt gondolom, hogy az a együttműködés, aminek most már nem ez az első lépcsőfoka, az nagyon jól működik és mindenki számára hasznos. A Magyar Nemzeti Múzeum most először állítja ki azt a dagerotípiát, amely igazán különlegesség számba megy, mert nagyon-nagyon kevés 48-as honvédet, nemzetőrt ábrázoló dagerotípia maradt meg. A dagerotípia egy aukción bukkant fel, majd később visszavonták az aukcióról, és ezt követő időszakban vásárolta meg a Magyar Művészeti Akadémia. Nem tudjuk azonosítani pillanatnyilag a személy szerint, név szerint az urat, akit a képen látunk. Ez egy egyenruházott szervezet, testület volt a honvédseregen belül. Ezt, ha jól megnézzük, akkor azt fedezhetjük fel rajta, hogy egy lovas nemzetőr. Nagy valószínűséggel lovas nemzetőr, bár amikor itt azonosítani kell egy dagerotípiáról, vagy egy korabeli ábrázolásról valamilyen viseletet, és a viseletről megmondani, hogy ki az ember tulajdonképpen. Ugye a viselet azért lényeges, hogy azzal az emberhez jutunk közelebb. Van egy úgynevezett történtáska, vászias történtáskája, amely a balváráról megy a jobb csipője irányába. Ez az egyik attribútum, az csak a lovas embernek van, csak a lovas katonának van, és ez a bizonyos vázsinór, ez a lovas vázsinór, amelyik ezt a történtáska szíjat, amelyik innen a válból indul a zsinór, és akkor itt a gallér alatt egy gomba bele erősítetik, és akkor így megáll. Tehát ez a kettő dolog, ami igazából elárulja azt, hogy ez egy lovas ember lehet. Az pedig, hogy 1848, arról pedig ez az 1848-ban divatos Attila forma árulkodik. Az nagy valószínűséggel, bár ezt a dagerotípiáról nem tudjuk eldönteni, hogy milyen színű, de két variáció lehetséges, vagy búzavirágkék, akkor nemzetőr. Ha ez kávébarna lenne, akkor egy honvédtiszt lenne. De itt mégiscsak azt kell mondanunk, hogy ez egy nemzetőrtiszt, mert olyan fázi szabálytalanságok vannak a ruháján, amit egy honvédtiszt, aki igazából katona, az nem engedhet meg magának. Ha jól megnézzük az alján, az Attila alján, az Attila csücskében, ott a csákóján, ugye így hívják, hogy csákó, abban egy négy ágú zsinórdiszt látunk. Ez katonaruhán elképzelhetetlen. Nemzetőrén bezzeg, azon lehet, mert ugye azért ez egy önkéntes vagy önkéntesebb alapon szerveződő testület volt, mint amilyen a honvédsereg volt. Hogyha ő ilyen ruhát hordott, akkor a társai is ilyen ruhát hordhattak. Ha azt mondjuk, hogy 1839 és 1859 között, tehát 20 év alatt a történeti Magyarország területén mintegy 50-100 ezer dagerotípia készülhetett összesen, akkor elgondolhatjuk, hogy 48-49-ben ennek csak a töredéke készült, és ezek közül is mintegy pár darab maradt csak meg. Összesen a történeti Magyarország területéről körülbelül 1000 dagerotípiát ismerünk, és ezek között ritkaság számba mennek azok, amelyek a 48-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz köthetőek. A 12 pont, amit március 15-én fogadtak ugye el elődeink, az 5. pontjában egy nemzeti őrsereg felállítását kérte. Úgy látjuk, hogy a nemzeti őrsereg egyik tagjának, ennek a nemzetőrségnek, amely részben bizonyos értelemben a honvédsereg egyik alapja is lett, ennek a nemzetőrségnek egyik tagját, a lovas nemzetőrségnek egyik tagját láthatjuk a felvételen. A dagerotípiáink nagy része elpusztult, rendkívül érzékeny volt amiatt, tehát hogyha eltörött az üveg, akkor megsemmisült a kép egy idő után. Illetve 48 után azokat a dagerotípiákat, amik készültek, többet közülük az önkényuralom idején megsemmisítettek. Több darab veszett el, ezek közül a legismertebb Görgei Artúrnak Budavár bevétele után 1849. májusában készült dagerotípiája, amely ugyan szerencsésen átvészelte az önkényuralom korát, szerencsésen átvészelte az első világháborút,
a forradalmakat, és mint nagyon féltett különleges műtárgyat a Hadtörténeti Múzeum menekíteni kívánta, és a menekítés közben veszett a képnek nyoma. A Petőfi daguerotípia különlegessége az, hogy minden valószínűség szerint nem hivatásos fotográfus készítette, hanem ugye Egressy Gábor, aki próbálkozott amatőrként fotográfiákat készíteni. Kossuthról az 1840-es években készült Magyarországon egy nagyon érdekes csoportkép, amit a két háború között Lord Radermer ajándékozott a Debreceni Egyetemnek. Ez a lemez megvan ugyan, de a kép már nem látható rajta, másolatokból ismerjük. Úgyhogy Kossuthnak a későbbi daguerotípiáját csak az 50-es évekből ismerünk Amerikából. Ezek közül való volt az, amelyiket tavaly március 15-én mutattunk be a közönségnek, ugyanígy első alkalommal, mint ezt. A honvéd tisztek közül néhányról van daguerotípia már abból az időből, amikor az osztrák hadseregbe besorozták őket, tehát például az 50-es évek elejéről. Ezeken természetesen osztrák egyenruhában láthatóak. 10 körül lehet azoknak a daguerotípiáknak a száma, amelyeken honvéd tiszt látható. Én pillanatnyilag most 7-et tudok összeszámolni, és ez tényleg egy akkora ritkaság, amivel örömmel állunk a látogatók elé. Nem ez az első alkalom, hogy két nemzeti intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködik. 2013-ban Székely Bertalan festette Andrássy Gyula portré az, amelyet a Magyar Művészeti Akadémia a Nemzeti Múzeum segítségével megvásároltuk. Hasonló együttműködés volt 2013-ban ugyancsak, amikor a Tan Mór festette Attila lakomája című képet vásároltuk, és ugyancsak a Nemzeti Múzeum szakértő együttműködését kértük. 3 évvel ezelőtt Liszt Ferencről készült fotót vásárolt meg a Magyar Művészeti Akadémia egy bécsi aukción. Ennek érdekessége ugye az volt, hogy Liszt Ferenc saját kezű aláírása vékesíti még ezt a fotót, és ezt a fotót is itt őrzi a múzeum fotótára. A daguerotípia az egy direkt pozitív eljárás, ezüstözött fémlemezre készülő fénykép, a legelső fényképészeti eljárás. Nagyon fontos tudnunk, hogy nem volt sokszorosítható, illetve egy olyan bonyolult módon, ami ma is felismerhető, tehát minden darabja egyedi műtárgynak számít. Valamilyen apropóhoz kötődően a Magyar Művészeti Akadémia meg tud őrizni, meg tud menteni, nemzeti körben tud tartani egy-egy ilyen értéket, akkor ezt teszi. Ezek az akciók az előzményei annak a vásárlásnak, amely okán most itt vagyunk, és ugye ez a 48-49-es nemzetőr tiszt ábrázolása ezen a daguerotípián, amelyet a Nemzeti Múzeum szakmai együttműködésével vásároltunk meg, a Magyar Művészeti Akadémia. Nagy valószínűséggel a nemzetőrségnek egy jelentős részét az bevetették a 48-49-es szabadságharc idején, hogy ő hol volt, lehet, hogy részlet csatában, lehet, hogy nem vett részt csatában, azt nem tudjuk, de mindenképpen katonaember, a kardja mutatja ezt többek között, hogy katonaemberről van szó. Hogyha magyar szempontból nézzük a világot, akkor ez természetesen szabja. Egy eléggé egyedi változatú, mert olyan fogantyúja van, olyan markolata van, amelyik nem szabvány, nem tiszti, tehát nem rendszeresített fegyver mutat, hanem ez egy saját iniciatívák alapján kidolgozott részletekből áll össze. A daguerotípia különlegessége még az, hogy bár nagyon-nagyon nehezen a képen szemben velünk a jobb oldalon látható a nemzetőrnek a kutyája, akit elvitt a fényképezkedésre, ha belegondolunk abba, hogy még az emberek számára is egy rendkívül nehéz feladat volt modellt ülni egy daguerotípiának, tehát a daguerotípia felvétel elkészítése több másodperces, teljesen mozdulatlan ülést jelentett.
Ezt mindenféle kitámasztó eszközökkel segítették elő a fotográfusok. Gondoljunk bele, hogy micsoda kellemetlen dolog volt még egy izgő, mozgó állatot a hóna alatt tartani. Nem találtam olyan daguerreotípiát az ismereteim között, amelyen kutya magyarországi felvételen látható daguerreotípián, pláne nem egy honvéd tiszttel.